Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a tekercs és tekintet. Én Nagy Pászabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Sátán tangó! Tarbéla 1994. És most kapcsolják ki, mert 7 és fél órás lesz. A film az 7 és fél órás, de az adás az csak 2 órás, 2 óra 5 perc, úgyhogy ezt így tessék meghallgatni, így tessék átgondolni. Kezit csókolom. A telep lakói, az összeomló kollektív gazdaság dolgozói a nagy felszámolásra, elszámolásra, kifizetésre várnak, hogy abból megvalósíthassák álmaikat, ám Irimiás, a meghaltnak vélt, visszatérő szélhámos kicsalja minden pénzüket és széttelepíti őket. Szétlohasztottál egy 7 és fél órás filmet. Alföldi mezőgazdasági kollektíva széthullása a rendszerváltás előtt. Széttűnés, sár, alkohol és árulás. Főszereplők a táj, a zaj és a stílus. Na ezért kellett az én első mondatom, hogy aki nem látta volna a Sátán tangót, vagy nagyon régen látta, az úgy körülbelül eligazodjon. Még egy riasztás első mondatot is mondanék. Koszos emberkék haladnak A-ból B-be, végtelen mezőgazdasági földek mellett, eltökélt egy színűségben. És a szélről nem is beszélsz, meg a sáról. Én most láttam, elárulok egy titkot, igen, coming out, 15-ször. Harmadszorra láttam, de mindig van egy olyan egy óra, amiben belealszom, és akkor arra törekszem, micsoda, hogy mindig más legyen az az egy óra. És én másodszorra láttam, és természetesen nem aludtam bele, mert férfi vagyok. Meg jelen vagy, mert hogy ez tényleg 7 és fél órás, és akkor ezt elő kéne készíteni valahogy. Ez az az eset, amikor Szabolcs lefőzi a kávét és megissza. De nem. Nem. Tehát, hogy a Sátán tangó az még csak nem is egy szokásos művészfilmre való felkészülést igényli, hanem ez egy maratoni futás. Benne van az 1001 filmben, a Csúcs 250 elbeszélő filmben, és Tarbéla döbbenetes módon a Guardian listáján a 13. legjobb rendező a világon. Tulajdonképpen minden más rendezőt megelőzve, akit ti szerettek. Számomra a legfontosabb filmes magazin, ugyanaz, mint neked, meg mindenkinek, a Sight and Sound, és ők 10 évenként felmérik a világ legjobb filmjeit, és a Sátán tangó az a 35. helyre került, tehát a világ, nem Magyarország, a világ 35. legjobb filmje, tehát akkor muszáj lenne erről beszélnünk, Szabolcs, nem? Beszélünk erről, akkor rögtön érvés ellenér, tehát ez azért egy, ehhez azért nagyon elborultnak kell lenni, hogy aki megnézze a Sátán tangót, ez egy művészfilm, szerzői film, főként amikor a rendezők meg a kritikusok szavaznak, akkor végez ez ilyen elő előhelyen, nem a hallgatóknál. Ugyanakkor rögtön mondom az ellenérvet, tehát ti 2000-es évek figyelemzavaros nemzedéke, ti a sorozatokat szeretitek, és miért ne lenne ez egy sorozat? Tehát ez 12 részből gyönyörű áll, és nézzétek akkor úgy, bár maga a rendező egyébként ezt betiltotta, tehát 2 szünetet engedélyezett, reklámok nélkül egybe kell levetíteni, de én mégis ezt a szentségtől dolgot mondanám, és pont egy sorozat hosszúságú, egy rövidebb sorozat. Most aki szervezett vetítésen nézné meg, mert nekem az a gyanúm, hogy te azért laptopon, ugye? A képernyőhöz kapcsoltam, a tévémhez kapcsoltam. Jó, mert hogy azért az nem rossz, hogyha az ember egy moziban vagy nagy vásznon nézi meg. Egyébként először úgy láttam, a közgázon volt, néhai Marx Károly Közgazdaságtudó Egyetemen egy hosszú filmek klubja, és ez volt a leghosszabb film ezen a klubban. Na szóval, aki szervezett vetítésen nézi meg, azért az vizsgálja felül az életét, mert nagy eséllyel szörnyen rossz, sznob, hamis, félművelt társaságba került, nagy lépést megtéve az intaktságtól a korruptság felé. Én most az osztályommal nézettem meg, és ők követelték ki 12 évesen, 12-ben, hogyha már megígértem neki 9-ben, és ami fontos, hogy szerették,
Tehát, hogy nyilván volt egy küzdelmes része, éjszakai vetítés volt, de hogy, csillogott a szemük a szünetekben az élménytől. Nagyon nagy hatással volt rájuk, akár katartikus értelemben is. De jó, ez nagyon tetszik, és büszke vagyok rátok. Köszönjük aki, szépen. Aki megpillantja a stáblistán Krasznaorkai László nevét, az fölújjong minden normális magyar irodalom szerető ember. Ugye Gyulán született 1954-ben. Én tulajdonképpen minden művét olvastam. Varázslatosnak tartom, de... Ez őrület. Ez szép. És ez szép, igen, 1985-ben ez volt az első regénye, én egyébként magyar szakra jártam 90-es évek elején, és írtam belőle szemináriumi dolgozatot is. Te már akkor is éreztem. Én már akkor felfedeztem, így van. Na, de hogy miért szeretjük őt? A hosszú mondatai miatt van olyan regénye is, ami egyetlen mondatból áll. Brutálisan, tényleg 8-10 soros mondatok. Hosszú világmondatok hömpölygése. Na, de koncentráljunk ide, mert hajlamosak leszünk így eltévedni. Bírálatot nem is szeretnék mondani. Egy gyenge filmes viccet viszont hallottam ide jövet az utcán, hogy mi a különbség Fellini és Tar Béla között. Igen. Az egyiknek 8 és fele van, a másiknak 7 és fele. Na. Szóval... Ja, egy virált azért van, tehát be kéne tiltani a filmet, ugye, ahogy a brit állatvédelem meg is próbálta betiltani. Van benne egy macska kínzós jelenet, egyébként szerintem valószínűleg nem nagyon kínozzák azt a macskát. Hát, csak Tar Béla van... személyes, saját macskája igen, volt. Igen, és maradt, tehát, hogy, mert a filmben meghal a macska, de a valóságban meg nem hal meg a macska. Minden esetre volt egy ilyen állatvédelmi tiltakozás. Hát, sok pénzről volt itt szó. Mi a műfaja a filmnek? Nagyon sok helyen ezt írják, hogy fekete komédia. Ami nagyon furcsa, mert tehát inkább depressziósak leszünk tőle, mint igen. Hasunkat fejük a röhögéstől. Mondok egy másik műfajt, ez egy kalandfilm, a fogadó fontos szerepet játszik benne, van benne kastély, hoppa. És a városban város. Fontos dolgok születnek, igen. Szóval dráma, filmdráma, művészfilm, irodalmi adaptáció. Dokumentarista alkotás. És a téma pedig akár a posztapokalipszis, bár... Ha végig gondoljuk az utolsó jelenetet, amikor lankasztás, a doktor bedeszkázza az ablakot, akkor ez nem lehet, hogy inkább egy pre-apokalipszis. Igen, illetve, és akkor a címet is magyarázzuk kicsit, itt táncrendről van szó már Krasznaorkainál, a sátán tangót járunk mi nézők, de elsősorban a szereplők, ez a közösség, tehát 6 lépés előre, 6 lépés hátra, és a regény meg a film önmagába záródik, tehát ugyanazokkal a mondatokkal ér véget, mint amelyekkel kezdődik. Az persze igaz, hogy ugyanott nem lehet folytatni, tehát ez valószínűleg inkább egy ilyen csigalépcső. Mindenesetre egy útvesztőként bezárulunk, és akkor így mindegy, hogy pré- vagy poszt-apokaliptikus. Aha. És akkor említeni szokták még a három felvonásos szerkezetet. Én nem érzem annyira, mint ahogy ezt leírják. Bevezetés, hogy... tragédia és szatíra követi egymást. Tehát mit tudom én, ott van az a rész, hogy feltámadunk, és a kórházi folyosón ül két férfi, akik idézést kaptak, aztán kiderül, hogy ez a rendőrség. Na, ott tényleg nevetünk, az a szatíra, ott egyértelműen tudjuk, hogy ez. Vagy Péter Berling által alakított doktor, ahogy jegyzi föl a dolgokat, és ott szuszog, meg még annak is van akár ilyen szatirikus eleme, vagy akár nyilván a táncjelenet, viszont a kislány, őt hogy ejtik? Estike. Estike. Hát az tragédia. Az abszolút tragédia. Macska halál, kislány halál, lankasztás, lohasztás, riasztás. A leghumorosabb jelenet számomra az volt, ahol te már bealudtál, gondolom. Az utolsó jelenet, a jelentés átírása, ahol... Egyrészt kiderül, akkor most előre szaladtunk egy kicsit, kiderül, hogy ez a próféta, aki a örök üdvösség felé és a Kánaánra akarja vezetni a népet, ez mit gondol erről a népről, lesújtó az ő véleménye, és utána az is kiderül, hogy ezt egy jelentésként megírja a hatalomnak, ilyen kisvárosi hivatalnokoknak, akik egyébként nagyon jól beszélik a magyar nyelvet a választékos ékességgel, és ők egy választékos hivatalnok nyelvre butítják le
vagy semlegesítik ezt a szöveget. Na és amikor elhangzik valami durván és bunkón, és utána hivatalnok nyelven, ennek nagyon erős. De az se számomra. Sokkal cizelláltam, csak az egy más alantas nyelvi standard. Igen, és akkor tehát nyilván ők is lenézik, tehát a főseinket mindenki lenézi. Várjunk, itt van egy érdekes kis hierarchia, tehát, hogy a rendőrök lenézik az Irimiást, Irimiást a teleplakókat. És a teleplakók egymást. Igen, és akkor mindenki lenézi a bolond kislányt, és a bolond kislány alatt még szerencsétlenségre ott van egy macska. Igen, tehát a főnököd ordibál veled, akkor otthon te meg a gyerekeiddel és a feleségeddel ordibálhatsz, igen. Hát rengeteg bűnnel van itt dolgunk, nem is tudtam hova kapni a fejemet, megcsalás, árulás, alkoholizmus, átverés, hallgatózás, megfigyelés, prostitúció, állatkínzás, kihagytam valamit? Nagyon sok mindent hiagytál. Jóra való restség. Kevésség, jóra való restség. És hát mennyire kifejező az egyik bonyodalom, amikor a doktornak ugye az a bonyodalma, hogy elfogyott a gyümölcspálinka. Ez rettenetes, és ebből egy ilyen odüsszeja-szerű, hosszú-hosszú vándorlás keletkezik. Megint provokállak Gyula, háborodj föl. Azon gondolkodtam a film közül, hogy milyen jó film lehetett volna, hogyha csak a beszédes jelenetek lennének összevágva. Sőt, szerintem kéne egy ilyen. Nem tudom, mennyi jön ki 3,5 óra. Tehát amikor konkrétan beszélnek, mert és akkor nem kell 8 percig nézni, ahogy néma csendben a hátukat bámulva haladnak előre egy úton. Ugyanúgy tudom, hogy ez a varázslata Tarbirának, de akkor is kéne egy ilyen best of. Amikor egy dióhéjban. És mi van akkor, amikor látjuk, de más hangon, mondjuk tényleg a doktor, zárójelben a színész, az Werner Herzog több filmjében is szerepel, zárójel bezárva. Mennyire szánalmas ez a bonyodalom. És nem volt ő mindig ilyen kövér. Igen. Azt is néztem képeken. Oh. De hogy mennyi embernek vannak hasonló szintű bonyodalmai és drámái, de hogy ő tényleg ő egy pozitív, vagy ő egy semmilyen szereplő, vagy egy a legszánalmasabb figura, aki ugye a végén majd befalazza magát, arról beszéljünk mindenképpen. Erről a narrátorról? És mi, akkor itt a megbízhatatlan narrátort, vagy elbeszélőt hoznám be, szóval, hogy elkezdünk hallani egy szöveget, aztán az hát kiderül a film elején is, de a film végén mindenképp, hogy az igazából a doktornak a mondata, és az is kiderül, hogy ő nem lát mindent. Akkor ilyen módon a viharkapujában Rashomonhoz is szokás hasonlítani, hogy ugyanazt a dolgot, vagy dolog szövevényt különböző szempontokból vesszük szemügyre, és akkor nagyon élvezetes, amikor észreveszünk, hogy hú, ezt már láttuk ezt a jelenetet a másik szereplő szemszögéből. És lezárva a gondolatmenetet, a narrátor nem tud mindent, mert ő csak a később befalazott ablakábannak a szemszögéből látja a telepet. De nem csak, hogy nem tud mindent, hanem a lényeget nem tudja, hogy az egész falu, egész telep elköltözött. A legvégén nem. Tehát, hogy igen. Vagy ott már te aludtál be, Szabi? És akkor a rendőrségnek is jelentenek, meg ő is jegyzetel, egy ilyen többfajta megfigyelés alatt áll a mindenki tulajdonképpen. És akkor ez egy jópofa rész, nem is tudom, a harmadiknál, ahogy látjuk, messzelátón állt egy ablakban egy ember, de hogy ezt az embert már láttuk az első részben, 1,5 órával ezelőtt, és akkor szépen kezd nekünk összeállni, és ebben egyébként nagyon sok minden van, itt akkor már akár a körkörös idő is fölmerül bennünk. Idétlen időkig, Harold Ramis, 1993. Így van. Eszünkbe juthat műfajnál egyébként a western is, hogy valakire várunk, valaki érkezik, de ha már valakire várunk, akkor... Godóra is lehetne várni. Igen. Tar Béláról annyit azért mondjunk el, hogy filozófus szeretett volna lenni. Egy csodálatos együttműködés a Krasznorkai Lászlóval, egyébként a Vig Mihállyal is, tehát a zeneszerzővel is, és akkor ajánlok neked egy dokumentumfilmet. Na jó, te ajánlottad nekem ezt a dokumentumfilmet, az Ott torony volt, amelyben Vig Mihály beszél erről az együttműködésről. Tehát ők egymásra találtak hárman, és sorozatban alkották a filmeket.
A családi tűzfészek készült először 22 évesen, az még nem a tarbélás módszer. De meg nem mondanád, hogy 22 éves rendezőt csinált. Igen, ez igaz. És akkor a Macbethnél már ezt a két beállításból készíti el, egy pár évvel később az alakul. És akkor Kárhozat, Sátántangó, Werkmeister, londoni férfi, torinói ló. És akkor a tarnál, ami jellegzetes, mindenki tudja, de hát rögzítjük a hosszú beállítások. A torinói férfi és a londoni ló. Az sem utolsó, és akkor itt hihetetlen sok időt szokott tölteni egyetlen egy beállítással, mert meg kell szerkeszteni. 100 év magányt is eltölt akár egy ilyennel, azért hozom be, mert Márquez regényével is rokonítható, például ez a világtól elzártság, és kicsit a mágikus realizmus is most, ahogy így belegondolok, hiszen, és az első megnézése nem volt nekem ennyire világos, most se világos, csak föltűnt, hogy ilyen misztikus elemmel kezdődik, ugye a harangszó, és misztikus elemmel is végződik ezzel az őrülttel, és közben is vannak meghatározó látomások a filmben. Irimiás megáll, és a ködbe bámul. Igen. De hát akkor már Spenglert is szokták ide kapcsolni, hogy Tar megteremti a nyugat alkonyát, avagy mondjuk Jancsó Miklós az, aki keringett a színészei körül a kamerával. Ez jellegzetes, ez a beállítás, amire már céloztam, amikor hátulról látjuk a főszereplőt, és Gus Van Sant-nál bevallottan Tarbél az egyik hatás, a Gerril, de még inkább az Elefánt című filmjében, tehát amikor hátulról végigköveti, hogy ki honnan hova megy. Világképében Kafka, Camus, Mészöly Miklós, Konrád György látogatója, Eszterházi fuharosok. Oké, a Mester és Margarita, Mihail Bulgakov. Aztán van nekünk egy kedvenc francia rendezőnk, Bresson, és neki is van olyan filmje, vagy akár többen is megjelenik ez az együgyű furcsa kislány. Ma csak ilyen pár szókat rúgcsátok, tehát látom, a spirituális vagy transzcendentális filmeket hoznám be, mert hogy említetted Robert Bresson, tehát Theodor Dreyer, vagy akár Yasujiro Ozu, Andrei Tarkovsky, tehát ha elalszunk, az nem jó, de ha elmeditáljuk magunkat, az egy hiteles befogadói hozzáállás ez a filmhez. És szokták mondani Tarbéláról, hogy a spiritualitástól megfosztott Tarkovsky Cassavetes intenzitásával. De én úgy látom, hogy az előbb a misztikánál céloztam, hogy nincs megfosztva a spiritualitásától, sőt, szövegileg többször utal rá, hát Petrinának hívják a második számú szélhámost, és hát Irimiásnak, vagyis Jeremiásra utaló névvel ezt az inkább Jónáshoz hasonló prófétát, aki a főhős. Jó, fejtsük ezt meg. Itt Irimiásnál, vagy Vígmiánynál azzal kezdeném, milyen furcsa fintora a sorsnak, hogy egy szektavezért alakít, pedig valójában ő és a felesége került annak fogságába. És a felesége benne is ragadt. Benne is ragadt, és részint a sátántangó miatt is halt meg a felesége, mert hogy az a bizonyos gyülekezet, nek tessék utána nézni, nem tűrte jó szemmel, hogy egy ilyen ördögi műben szerepel ennek a nőnek a férje. Azon is gondolkodtam, hogy más nem magyarnak megnézni ezt a filmet, tehát ezt igazából a nem magyar emberek futtatták fel annyira ezt a filmet. A legtöbb szereplő az nem színész. Most Víg Mihályt említettük, aki rockstar, alternatív zenesztár. Van még egy rockstar, Felugosi László, ugye az képzőművész is. És képzőművész. Meg hát rendező, Horváth Putyi és Kamondi Zoltán, és bizony én éreztem, tehát ebben van egy furcsa, nem? Tehát belpesti értelmiségek, most minden kitől elnézést kérek, rendezők játszanak ilyen kültelki, tanulatlan embereket. Én kicsit néha modorosnak éreztem a párbeszédeket. Igen, más is ezt kritikaként megfogalmazta, és akkor mindenképpen beszélnék egy-két motivumról. Egyrészt a táj, hogy ez az Isten háta mögöttiség, mire azt hiszem Kelecsényi írja, hogy itt még itt nincs Isten, akkor most veled is vitatkozva csak ördög. Másrészt ez a kozmosz meg káosz, hogy nekik várostól, közlekedéstől, civilizációtól meg vannak fosztva, téma, hogy tavasszal majd jön a busz, és az ő kozmoszuk az a káosz, de lehet ezzel vitatkozni. Jaj, te szépen mondod.
az, hogy igen, hogy nincs Isten, vagy legalábbis Isten hallgat. Ugye ez a 20. század nagy témája, a Isten hallgatása, Isten némasága, apropó némaság, az biztos, hogy ezek az emberek próbára vannak téve, ha engem kérdezel, akkor el is buknak rendesen. Nyilván ilyen a totalitárius diktatúra, de a gonosz, aki viszont van és érezhető a filmben, tapintható, az pont az életüknek az alapjában támadja meg őket, vagyis a reményben. Fölkorbácsolja a reményt az Irimiás, és aztán becsapja őket. És akkor mi beszéljünk a megváltás szerűségről, de hogy itt van itt a eső, sivár, terek, sár, szemetet fújja a szél bele a kopott ruhás szereplők arcába, és akkor ott vannak az állatok, tehenek, disznók, lovak, és az emberek, mert hogy ezek az emberek is elállatiasodtak. A csorda emberi formát ölt, mondhatnánk így is. Részegek, idióták, vegetáló lények. Ha ezt mondod, akkor a táncjelenetet emelném ki, ami 11 perces. Egyébként képzeld el, ez vicces volt, én emlékeztem, hogy van ebben egy olyan jelenet, ahol így a bolygókat kezdik el táncként játszani a kocsmában. Aztán nem találtam ebben nem a Werkmeisterben. Ez a Werkmeisterben van, igen, összekevertem, azóta rájöttem. Viszont ebben is van egy táncjelenet, ami fantasztikus, tehát ezt a négy akkordot végtelenségig. Ez az akusztikus horror. Hogy még egy hétig a füledben van ez a harmonika zene. Állítólag ők mind részegek voltak ebben a jelenetben, de természetesen ez nem látszik. Említsük meg nem. Az improvizációt is, tehát a Tarbéla nyilatkozta azt, hogy a forgatókönyvet csak a pénzszerzésre használja, és azon túl pedig nagyobb szabadságot ad a színészeinek. Tehát amikor Felugosi László kenyeret rak tánc közben az orrára, akkor ez nem volt benne a forgatókönyvben. Vagy amikor összeharapják a kiflit két oldalról. Van egy kérdésem, melyik igaz, érintetté válunk, vagy sem? Mert az 1001 film azt írja, bármennyire is utálatosak ezek az emberek, annyira mélyre merülünk bennük, és olyan hosszú időre, hogy végül akaratlanul is érintetté válunk. Ezzel egyet értesz? Nem értek egyet, tehát szerintem ez egy elidegenítő film. A legelejétől kezdve undorodunk az összes szereplőtől. Én biztosan, tehát ilyen nagyon megszerethető alakot nem láttam, ők ugye becsapják egymást, visszaélnek, a bűn köti össze őket, és így tovább, ahogy tehetik, átválják a másikot, könnyen átverhetők. Ezért inkább ilyen riadtan mozgunk ebben. Az lehet, hogy azonosulás, hogyha elkárhozunk, ne adja a jóisten, akkor valószínűleg egy ilyen világ vár minket is. És hát ez az artikulálatlanság, ami külön megér egy szót, hogy a szegénységnek is az egyik jegye, hogy az ember elveszíti az artikulációját, nem tudunk beszélni, és itt is van valamilyen probléma, egy ember tud rendesen beszélni, az Irimiás. Nem? Ez igaz, most ezen gondolkodtam, mert néha megszólalnak, és így a semmiről tesznek ilyen nagy filozófiai jelentéseket. Hát gondoljunk erre a Kelemenre, ő is valami filmes egyébként, ez a szakállas csávó, aki baktattam. Ez is beleveszi magát a fülünkbe. Ja, tehát pont az, pont ezt említed, az ilyen sámáninak tűnt nekem, a gyakorlatilag kántálás, helyregő rejtem, regélés. Aha, aztán szóljunk Estikéről is, aki egyszerre fogyatékos és gyermek, a bátyja áruló, két nővére prostituált, anyja prostituált. Édesapja felakasztotta magát, intézetbe küldték Estikét, onnan veszi vissza most az édesanyja, kárára is vesztére. Közben azon gondolkoztam, hogy biztos, hogy az édesapja halt meg, tehát ő a falu gyermeke is lehetne akár. Igen, jól mondod. És senki sem érzi magát felelősnek. Az ő sorsáért, tehát ő azt csinál, amit akar. És akkor erről szoktak itt beszélni, nem biztos, hogy nagyon bele kell ebbe menni, hogy Nietzsche-i értelemben végez magával, avagy hogy az ölés, ami az egyedül konzekvens cselekvés a részéről, és aztán az egy nagyon-nagyon fájó jelenet, amikor már láttuk őt meghalni, majd utána X jelenettel később meg zajlik a tánc, és benéz az ablakon, egyrészt lehetne ő kísértet is. De jól mondod, de maga, hogy néz, tehát ő a hidegben van, meg esőben, befele néz, de befele nem melegséget. És mit lát, ez az ő jövője, ez a legboldogabb pillanat a felnőttségben, hogy részegen, nem is, még csak táncnak se lehet azt mondani,
Úgyhogy mindenképpen érdemes ezen az ő sorsán elgondolkodni. És aztán estike teteme körül gyűlik össze a falu, még és annyit, ezt a pillanatot használja föl, irimjázott szolgálatot mondja. És még annyit, hogy a többiek ugyanúgy ölnek, és ugyanúgy öngyilkosok, mint ő, csak a többiek lassan és erodálva, úgymond. Ölnek és ölelnek. Igen. Na és akkor várjunk, itt az utakon és a lehetőségeken gondolkodtam, hogy ugye az első lehetőség az lenne, hogy ugye itt van a kolhoz, ott maradnak, a megtartják, szóhoz. Megreformálják. Második, igazságosan szétosztják a vagyont, és ott gazdálkodnak. Három, igazságosan szétosztják ezt a vagyont, de mindenki szabadon távozhat. Négy, a pénzt egyben tartva mondjuk vállalkoznak, végülis ez Irimiás ígérete. 5. Páran elszöknek a pénzzel, ugye az elején ezt látjuk, hogy néhányan ezt tervezik, és 6. Akik úgyis elinnák egyébként. És akkor itt majd, ez egy nagy kérdésem, Irimiás, 6. Irimiás begyűjti az összes pénzt, de kisemmizi őket, de kérdésem az, hogy biztos, hogy rosszabbul járnak? Mert szerintem ők ugyanúgy, tehát hogy lehetséges, hogy annyira mindent elveszítenek, házaikat, egymást, tényleg nincstelenek lesznek, hogy lehetséges, hogy onnan van mód arra, hogy felemelkedjenek. Ugye ez alapvetően a rendszerváltás filmje is lehetne, bár valószínűleg sokkal magasabb szinten játszódik ennél. 85-ben írta Krasznarkai, Tarbéla azonnal meg akarta filmesíteni, nem engedték neki. 94-ben rendszerváltás után jelenik meg a film, hiszen ebben van egy tőkés berendezkedés, kapitalizmus kritika, de még inkább van egy kommunizmus kritika. A titkos rendőrségre gondolva, hogy ez a álljunk össze egy kommunává, és dobjuk össze a pénzünket. Nehéz azt érteni, hogy milyen reményt hagy nekünk az író, másképp is tudom mondani, semmilyen reményt nem hagy nekünk, de ez általában a Krasznorkai életműre is jellemző, és talán Tarbélára is, tehát ez pont a remény megcsalatkozására szól. Ezért mondják, hogy Tar egyelő Tarkovszki minusz hit. Na, és akkor ezzel a megváltás történettel kezdenék valamit, mert nagyon sokan írják, de nem teljesen értettem elsőre. Tehát így miről van szó, hogy ezek az emberek bármennyire vegetáló szinten vannak. Valamiben reménykednek. Legalább egyszer majd. És akkor, és kicsit olyanok, mint a növények, amik a fény felé fordulnának. És csak a nincs fény. Az, hát úgy tűnik egy pillanat, hogy van fény, a Irimiás föltűnik, és a Vigmiáj valóban mindenkinél sokkal jobb képű. Hú, a diák és lányaim beleszerettek. Hát ezt a szót használták, hogy smash, de ahogy ezt kommentálták, azt inkább nem osztom meg a hallgatósággal. Igen, hát jó színpadon is. Egyébként ez a mi fiatalkorunk, csak te próbálod elvásolni, Gyula. Tehát ezek a... Nekem a nagyferú a fiatalkorom. Igen, de ezek a nekem meg ez a neurotik, Albert Einstein bizottság, kontrollcsoport, Siami, Trabant, Balaton, tehát a 80-as évek végi magyar underground, és itt most a figurákat mind visszalátja az ember, és az egyik legnagyobb alak, ugye a Balaton és a Trabant énekese Vigmihály. A befejezés előtt van egy fontos jelenet, amikor a doktor szembesül azzal, hogy egyedül maradt a telepen, és keresi a harangszót. Forrását. Igen, a forrását. És akkor hallja, jön a török, jön a török. Mondja is, hogy megbocsáthatatlan hiba, összekevertem az ég zengő harangszavát a lélek haranggal. De hogy nekem ez katartikus pillanat volt, ahogy eszembe jutottak gyerekkori mondókák. Gólya, gólya, gilice, mitől véres a lába, török gyerek megvágta. Csiga, biga, bácsi, ölts ki a szarvadat, mert ha ki nem öltöd, elvisznek a törökök, felgyújtsák a házadat. Vagy kicsi kacsa, fürdik, fekete tuba, anyához készül Lengyelországba, satöbbi, török, basa, nagy a hasa, belefér, vagy 60 kacsa. Annyi-annyi magyar mondóka fűződik ide, hogy ez... Föl. Hogy ez a, én ebben a törökös mondásban valami transzgenerációs traumát éreztem fölfejleni, átíleni. Avagy ezt a kollektív tudat alattit, mintha mondjuk egy zsidó tematikájú filmben 2250-ben a németektől félne egy elbújt ember. És hogy ez tényleg, ha megnézzük a magyar történelmet, akkor a török az minden bajunknak az első pontja.
szűrővel indul a film, hogy jönnek ki a tehenek. A szűrőt úgy értem, hogy akinek 8 perc után elég a szarvasmarhákból az le is zárhatja a filmet. Összesen 150 jelenetből áll a film, ezek iszonyúan elnyújtottak. Van 11 perces, az a leghosszabb a tánc jelenet. Egy idő után ráhangolódunk erre, és így tulajdonképpen egy teljes nappali napunkat rá kell áldozni erre a filmre. Vagy éjszakánkat. És ez így van kitalálva. Lehet, hogy az éjre gondolt, lehet, hogy az hitelesebb, autentikusabb, mert ez egy éji film. Elszánással kell nézni minden esetre. Ez a filmnyelvi előadásmód, ez teljesen felkészületlenül érte a filmművészetet, és sokan pont emiatt tartják az egyik legnagyobb filmnek. Van remény, Szabi? Van, de nem ebben a filmben. Ebben a filmben járjuk a sátántáncot. Minden bűn önmagunkkal szemben elkövetett gyalázat. Ezzel egyetértesz? Mi igen, és Istennel szemben is. Ezt ott ki mondja. Csak Isten nincs a filmben. Ezt Irimiás mondja. Milyen igaza van? És a jelentésében írja a Komcsi titkos szolgálatnak. Sátán tangó, Tarbia 1994-es filmje. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula.
Thank you.